Ez a kis szürke lovacska 20 éves. A Veres Péter mezőgazdasági szakképzőiskola díszszakaszának felvezetésével indult a 16. alkalommal megrendezett Vadvirág Kupa április 27-én. 4 versenyszámban 80 lovas indult a derbin, a nevezőket Széles Sándor kormány megbízott is köszöntötte. Minden kerek évforduló kötődjön az kisebb vagy nagyobb közösséghez, eseményhez, megkülönböztetett figyelmet kap és érdemel. Az intézmény idén ünnepli fennállásának 50. évfordulóját, így a mostani kupára még nagyobb figyelmet szenteltek. Főleg azért, mert a Lovas Szövetségnek köszönhetően tavaly óta nyílt, hivatalos versennyé vált a Vadvirág, ahol a középiskolások mellett profi és amatőr lovasok is felnyergelhetik patársaikat. Több mint 10 éve rendezi meg ezt a versenyt az iskola, és emelkedik a rangja, tehát ez számunkra nagy öröm, hogy nem csak a résztvevők, hanem a rang is megnövekedett, hiszen úgy indult ez valamikor hajdanán 16 évvel ezelőtt, hogy csak a lovas szakképzéssel foglalkozó iskolák jelenhettek meg, és mérték össze a tudásukat. Az is nagy szó volt, hiszen az országunkban nincsen más ilyen verseny, ahol ezek a gyerekek megmérettethetik magukat. Az iskola és a díjugrató megmérettetés sikere a város számára is dicséretes, így nem véletlen, hogy az alpolgármester is elismerően nyilatkozott a Veresről és az ott tanuló diákokról. A Veres Péter iskola az egyetlen olyan iskola Győrben, ahol lovaspálya van, illetve lovasképzés is, és ez most már a 16. Vadvirág lovaskupa, ahol nem csak az iskola tanulói, hanem egyéb iskolákból érkező, a régióból érkező diákok is össze tudják mérni a lovas tudásukat. Ez itt most már egy hagyomány, és nagyon büszke vagyok erre, hogy ez itt Szabadhegyen történik. A Vadvirág kupán 5 év után először Gavott, az intézmény korábban súlyos égési sérüléseket szerzett lova is sajthoz állt. A patás a mai napig különleges kezelést igényel, hiszen vannak rajta olyan bőrfelületek, amelyek a mai napig nem regenerálódtak. A ló nem mindenkit enged magához közel, Víg Esztert viszont igen, így most is ő lovagolt Gavott hátán. Gavott nagyon jó erőlétnek örven, én inkább a saját erőlétemért aggódtam, mert nagyon nehéz lovaglású ló és keményebb zablát is kellett nála cserélnie, hogy elbirkózzak vele, de nagyon tényleg jó érzés volt. Én régebben is versenyeztem vele, még így 14-5 éves koromban, és talán most keményebb, mint akkor volt. Szóval hála jó Istennek, ő inkább erősebb lesz az idő haladtával, mint gyengébb. A derbire Bábolnáról, Kiskunfélegyházáról, de többek között a Nyugat-Magyarországi Egyetem Moson-Magyaróvári karáról is érkeztek lovasok, akik sikeresen vették az akadályokat a sokszor viharos erejű széldacára is.